Óriási torlódás alakult ki reggel az M3-as és az M30-as autópályák csomópontjában, azt követően, hogy a felüljárón egy kamion keresztbe fordult, és a vontató az autópálya fölött lógott. A sofőr is bent maradt a vezető fülkében, de szerencséje volt, nem sérült meg. A mentés viszont órákat vett igényben, és közben ugyan itt egy másik baleset is történt, amikor egy bámészkodó sofőr belehajtott az előtte haladó kocsiba. Mintha egy akciófilm jelenete lett volna, a Nyíregyháza felé vezető sávok fölött úgy lógott be a kamion vezető fülkéje. A sofőr csak a tűzoltók segítségével tudott kiszabadulni a szorult helyzetéből. Eddig még tisztázatlan körülmények között szakította át a szalagkorlátot, és akadt fent a felüljárón. A vontatmánya az oldalára borult az M30-as autópálya úttestén. A helyszínre érkeztek a tiszaújvárosi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók, Hajdúbihar megyéből érkezett a daru, amely majd a kamiont fogja visszaállítani az úttestre. A kamion sofőrjét a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók magasból mentővel szabadították ki a járműből. Az M3-as autópályát órákra lezárták, a Nyíregyháza felé tartó forgalmat elterelték, de így is hatalmas volt a torlódás. A mentés közben a Budapest felé vezető oldalon is feltorlódtak a járművek, mert itt a baleset helyszínén bámészkodó autók ütköztek össze. A kamion vezetőjének szerencséje volt, az ijegységen túl nem sok baja esett. Egy 60 év körüli férfi a csodával határos módon apró karcolásokkal megúszta a balesetet. A miskolci mentőhelikopterő további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállított a baleseti ambulanciára. Azt, hogy a kamion miért fordult keresztbe és akadt fent a felüljáron, még vizsgálják a szakemberek.